Ilyen kolbászok készülnek a ludasi tartós hústermékeket gyártó üzemrészlegben. A fejlesztés minőségi és mennyiségi előrelépést is jelent a hentes üzletek kínálatában. Incsiklandozó kolbászok lógnak a ludasi húsipari vállalat új szárítójában. A 22 éve működő cég kedden átadott üzemrészében modern eszközökkel tudnak versenyképes termékeket gyártani. Abba bízunk, hogy termékünk minősége változni fog, még minőségesebb lesz, és nem mellesleg a mennyiség, ami nagyon fontos, mert az ember nem tud mennyiséget nyújtani, akkor nem is tudja a piacon kínálni azt az árut. A tartományi mezőgazdasági titkárság feldolgozói kapacitás bővítésére kiírt pályázatán 2,8 millió dinárt ítélt oda az üzemnek. Molnár Viktor mezőgazdasági segédtitkár elmondta, fontosnak tartják a feldolgozóipar fejlesztését az agráriumban, hiszen hozzáadott érték jön létre, ami a falusi közösségek javát szolgálja. Hogy ne csak a nyersanyagot, tehát a sertést vagy a tejet adják tovább a helyi termelők, hanem helyben is fel kell dolgozni a termékeket, és gyakorlatilag a hozzáadott értékkel már sokkal nagyobb értéket képviselnek, és egy termék jön létre, mely valószínűleg könnyebben eladhatók. Kis és középvállalkozások eszközfejlesztését támogatja a tartományi gazdasági titkárság. 380 ezer dinárral járultak hozzá a befektetés megvalósulásához. Elsősorban a gyártásban használt gépek és felszerelések, de egyéb gépek és felszerelések vásárlását is támogattuk, annak érdekében, hogy a vajdasági kis- és középvállalkozások konkurensebbek legyenek, az eszközeik, gépek fejlesztésével a piacon jobb helyzetbe kerüljenek. Szabadkának fontos, hogy a peremtelepüléseken megtermelt javakat helyben fel lehet dolgozni. Ludasi befektetés nem csak munkahelyeket teremt, hanem a helyi termelők biztonságosabb értékesítéséhez is hozzájárul. Emelte ki Maglai Jenő Szabadka polgármestere. A kis és a középvállalkozók azok, amelyek erősítik helyi szinten a közösséget, azok a családok, illetve azok a vállalkozások, amelyek helyi szinten teremtenek munkát, és különösen fontos az, hogy egyre több olyan munka, illetve olyan vállalkozás legyen, amely a kültéri településeken valósul meg, hiszen a kültéri településnek a leépülése volt a legerőteljesebb az elmúlt időszakban. A családi vállalkozások fejlesztése beillik a Vajdasági Magyar Szövetség terület és gazdaságfejlesztési stratégiájába. Pásztor István pártelnök hangsúlyozta, a VMS a heves támadások ellenére sem áll el a Vajdasági Magyar Közösség megélhetését segítő akciótervtől. Azok a alpári és nemtelen támadások, amiknek folyamatosan ki vagyunk téve, nem fognak megállítani bennünket. Egyrésztről azért, mert jó ügyet szolgálunk, másrésztről azért, mert ez az ügy találkozik a magyar emberek elvárásával, igényével, mert alternatívát jelent, megkapaszkodási lehetőséget jelent. Harmadrészben pedig azért nem állítjuk le a folyamatot, bármekkorák is ezek a támadások, mert nem követtünk el semmit, ami szabálytalan, ami erkölcstelen, ami elvtelen. A ludasi Noge vállalat további fejlesztéseket tervez. A 25. évfordulójukra saját vágóhídat akarnak kiépíteni.